Így néz ki Magyarország boldogság térképe. Az átlag az 5-ös érték körül mozog, tehát az emberek nagyrészt közepesen érzik magukat, se túl jól, se túl rosszul. Árnyalatnyi különbségek mégis vannak. A térkép alapján Vasvár megyében a legboldogabbak az emberek, és Nógrádban élnek a legboldogtalanabbak. A lista negatív végén áll Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Rendkívül nagy a negatív vándorlási különbözet, az azt jelenti, hogy nagyon sokan elhagyják a megyét, és jellemzően Nyugat-Magyarországra költöznek, illetve Budapestre, és itt jellemzően azok költöznek el, akiknek magasabb iskolai végzettségük van, esetleg egy nagyon jó szakmával rendelkeznek, és ez nyilván az ott maradottakra nézve nem annyira előnyös. És ugye tudjuk, hogy minél alacsonyabb valakinek az iskolázottsága, az nagyon-nagyon nagyban megnehezíti a munkaerőpiaci helytállást. És hogyha megnézzük a KSH legutóbbi statisztikáit, ami a 2022-es év első fél évét öleli fel, van egy ilyen aloldaluk, hogy fókuszban a megyék, és itt meg lehet nézni pontosan, hogy hogy alakulnak a megyénként például a munkanélküliségi ráta, az Nógrád vármegye után Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legrosszabb. Hasonlóan beszédes a foglalkoztatási ráta, amely nálunk 68,2%, míg Győrben 78%. A pénzcentrum szerkesztője azonban az átlagkeresetet emelte ki, mint a boldogságot leginkább meghatározó tényezőt. Míg Budapesten az átlagkereset nettó 417 ezer forint, Győrmosonban 345 ezer forint, addig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 239 ezer forint. Tehát a boldogság, az elégedettségérzés mindig valamilyen szinten összefügg az anyagi helyzettel. Tehát nem is szabad szerintem csodálkozni, hogy mivel itt a legalacsonyabb az átlagkereset, a nettó átlagkereset, ezért itt érzik magukat a legelégedetlenebbeknek az emberek. Országosan összesítésben is sokat romlott a magyarok anyagi biztonságérzete. A korábbi 6,57-es szintről 4,8-ra zuhant. Ez volt a második ilyen országos felmérés, amely lesújtó eredményt hozott. Ezt a következővel lehet majd javítani, amely november közepén indul, kitöltése pedig körülbelül 5 percet vesz igénybe.